minden második szemetrészét. Magyarázza a bajsai Szuhankó Sándor a karmantyúfán való szövés titkait. Ezzel az erdélyi technikával valamikor kézvédőket készítettek. Ma már más idők járnak. Ma pedig mobiltart, mivel ugye mobil években élünk, mobiltartókat, szemüvegtartókat és ilyen kisebb valami tárgyakat készítünk. Bajsán valamikor szokás volt az, hogy az emberek egymásnál töltötték az egész napot. Az időt beszélgetéssel és közös munkával múlatták. Ez volt a préló. Morzsoltak a férfiak, az asszonyok még kikötött, kihorgott, ki mit, ilyesmiket csináltak. Még volt, még az én időmtől előbb volt tollat, hogy fosztottak. A Bajsán megszervezett 9. prélón a látogatók megismerkedhettek a felsőgömöri szlovákok népviseletével és a szlovákok jellegzetes hangszerével, a fujarával is. Kjupásztorok megcsinálták, és fából van faragva, és ez be van véve a világ örökségbe is. A bajsai rendezvényen a polgármesterek is összemérték tudásukat. Juhász Bálint VMS-es tartományi foglalkoztatási titkárhelyettes szerint az ilyen rendezvények elengedhetetlenek ahhoz, hogy a falusi turizmus fejlődjön Vajdaságban. Rendezvények nélkül az emberek nem fognak idejönni, nem fognak itt maradni. Maga a természeti szépség, maga az egészséges levegő és az alvókapacitás az nem elegendő ahhoz, hogy a turizmust fejlesszük. Bajsán teljes egyetértésben élnek a magyarok, a szlovákok és a szerbek. Ennek szimbolikus jelentőségéről beszélt Egeresi Sándor, a VMS tartományi frakció vezetője. A bajsai megmaradt sokszínűség ápolása is jelen van. Tehát annak a három népnek a békés együttélése idestova több mint 200 éve jelen van ebben a rendezvényben. Áthatja ezt a rendezvényt. A 9. prélóra 24 csapat érkezett Vajdaságból, Magyarországról, Szlovákiából és Horvátországból. A rendezvényen több mint 400-an vettek részt.